Hogyan alakítja át a médiapiacot a Simicska Lajos által indított háború? Helyettesíthető, és hogyha igen, akkor mivel a Simicska Birodalom a kormányzati kommunikációban? Urbán Ágnes médiajogásszal beszélek erről. Jó estét kívánok! Jó estét! Ugye háborúról beszélünk, de egyáltalán az is kérdés, hogy véleménye szerint lesz-e háború? Mert a háborúhoz az kell, hogy a másik fél is felvegye a kesztyűt. Tehát Simicska Lajos most lőtt, de egyelőre még nem lőttek vissza rá. Én azt gondolom, hogy azért sok szempontból az első lövés már korábban megvolt, és úgy is lehet értelmezni, hogy Simicska Lajos visszalőtt. Kiadta az első pofont. Igen, de egyrészt ugye a reklámadó jelenik most meg ebben a viszonylatban, hogy ugye az 5%-os reklámadó, ami valószínűleg mindenkire vonatkozni fog, az egész. Rogán Antal azt mondta a műsor elején, lehet, hogy nem hallotta, hogy még ő neki fogalma sincs, hogy ez hány százalékos lesz, mert hogy hiszen most pont erről tárgyalnak. Ő már tudja, hogy 5% lesz? Két dolgot lehet tudni. Az egyik, hogy vége lesz ennek a nagyon-nagyon magas adókulcsnak, amit gyakorlatilag csak az RTL-re vonatkozott. A másik dolog, amit lehetett tudni, hogy ugyanazt a bevételt a költségvetésbe akarja szedni az adóból, mint a korábbi modellben. Matematikailag nem jön ki más, mint az, hogy valamilyen adókulcssal, de mindenkire szétterítik ezt a bizonyos reklámadót. Egy rettentően nagy széles médiafelületről beszélünk, mert ugye Simicska egy borzasztó nagy birodalmat épített ki, gyakorlatilag tulajdonképpen a rendszerváltás óta. Mennyire helyettesíthető ez a kormányzati kommunikációban? Tehát nagyon erős lábak voltak, Magyar Nemzet, Hír TV, Lánchíd Rádió, ez egyik napról a másikra eltűnik. Egyelőre nincs helyette más. Én azt gondolom, hogy ez lesz az elkövetkezendő hónapok legnagyobb kérdése, és tulajdonképpen ezért nem nagyon értem, hogy mi történik, amikor néhány héttel ezelőtt ugye újságcikkek szerint a maga miniszterelnök személyesen jelentette be, hogy innentől kezdve az állami reklámpénzek a közszolgálati, de nyugodtan nevezzük úgy, hogy állami médiába mennek. Többé-kevésbé azokat a médiavezetőket hívta össze, akik ma felálltak. És egyébként nem lennék meglepve, ha ők hamarosan mondjuk éppen az MTV a környékén tűnnének fel, mint az új hírcsatornának a vezetői. Nagyon könnyen el tudom képzelni ezt a forgatókönyvet. Gondolja, hogy előre pozíciót ígértek nekik ott? Én nem nagyon hiszem, hogy ilyen típusú helyekről fölállnak emberek csak azért, hogy utána ne csináljanak semmit. Egyébként ma akkor este nem sokkal az adás előtt egy egészen döbbenetes interjú jelent meg Simicska Lajossal, most a Magyar Narancs felületén, ahol őrületesen érdekes dolgokat mond el, hogy mi történt a mai napon. Ugye ráadásul itt tulajdoncsere is, vagy tulajdonértékesítés is történt. Tehát nem csak egyszerűen felálltak ezek az emberek, hanem el is adták például Liszkai Gábor a Magyar Nemzetben meglévő részesedését. Na de hát Ágnes, a véleményem szerint lehet, hogy egy ilyen lemondó nyilatkozat, ez már régóta ott volt Simicska Lajos páncél szekrényébe, ma vette elő. Tehát azt pontosan lehet tudni, hogy a magyar médiapiacnak egy nagyon jelentős részét tulajdonolja ő, bizonyos dolgokat közvetve, bizonyos dolgokat közvetlenül. Nekem nincs több információ, mint bármelyik újságolvasónak, de azért ami ma történt, és amit nem feltétlenül szeretnék idézni, hogy mi minden hangzott el én ma. Én se tudtam. De hát nem úgy tűnt nekem, hogy a Simicska Lajos vette elő ezt a kártyát, hanem azért az egyértelmű volt a reakciókból, hogy azért ez őt is nagyon komolyan meglepte. A reklámszövetség arról beszél, hogy a kiterjesztett adó az a marketingköltségeken keresztül gyakorlatilag minden termék árába, termék és szolgáltatás árába be fog épülni. Ez viszont, hogyha igaz, és kérdezem, hogy az véleménye szerint igaz-e, akkor azt jelenti, hogy minden drágulni fog. Minden. Tehát ezt a mondjuk azt 5%-ot, ezt mi mindannyian meg fogjuk fizetni. Alapvetően ez minden adó esetében így van, tehát nem nagyon lehet úgy adókat bevezetni egy országba, hogy utána ne jelenjen meg az átlag emberek zsebében. Dehogy bár nem. Bár a kormányzat maga szokta fizet tranzakciós illetéket? Tehát megmondták, hogy azt se engedik áthárítani a bankoknak. Valahogy az én bankszámlámon megjelent sikerült. Egy aránylag komoly díjtétel. Egyébként igazából ezeket nem nagyon lehet majd szétszálazni, mondjuk emelkedik 3 forinttal a mosópor a áruházban. Jó, legyen valaki, aki megmondja, hogy ez most a vasárnapi zárvatartás, vagy a reklámadó emelése, vagy hogy mégis miért emelkedett.
Mondja, média jogászként mit gondol arról, hogy a miniszterelnök összehívja ezeket a jobboldali médiavezetőket, és azt mondja nekik egészen nyíltan és kertelés nélkül, hogy mostantól mi a kormány a magyar közszolgálati médiát fogjuk arra használni, hogy az üzeneteinket rajtuk keresztül kommunikáljuk az ország lakossága felé. Tehát még csak nincs is eljátszva azt, hogy itt valamiféle függetlenség van, majd felajánljuk a szerkesztőknek, hogy hozzáférhessenek a kormányzat. Megmondjuk, hogy ezentúl ők fogják bemondani. A magyar médiaszabályozás az erre milyen lehetőséget ad, hogy ezt meg lehessen csinálni? Kicsit furcsa helyzetben vagyok, mert hogy egyébként közgazdász vagyok, nem jogász, de egyébként ez valóban egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és azért azt tudni kell, hogy a közszolgálati médiára Európában nagyon-nagyon komoly szabályok vonatkoznak, tehát vannak olyan uniós irányelvek, amelyeket nekünk is be kell tartani, és amelyek az átláthatóságra vonatkoznak. Megmondom őszintén, hogy ha egyszer Brüsszel komolyan el fog kezdeni azzal foglalkozni, hogy mi történik az MTVA-ban, akkor itt nagyon-nagyon izgalmas dolgok fognak kiderülni. Én nem nagyon hiszem, hogy ez tartható lesz. Egyébként pedig abszolút példátlan az, hogy maga a miniszterelnök beszél állami reklámpénzek elosztásáról. Ha én eltévesztettem a titulusát, akkor megkövetem, de azt tudja, hogy mindenhol az interneten médiajogászként hivatkoznak magára. Ezt speciál nem utána néztem. De akkor helyesen. Próbálom közgazdászként. Helyesen közgazdász. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk önöknek, meg köszönöm a figyelmet. További jó televíziózást, viszontlátást.